Svájcba utazott a miniszterelnök, hogy az ország vezetőivel tárgyaljon. A megbeszélésen a magyar-svájci kétoldalú kapcsolatokról, a gazdasági együttműködésről és a jövő évi magyar-EU elnökségi tervekről egyeztettek. A magyar dollár baloldal és az európai baloldal célja a hisztériakeltés, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a magyar jogállamisági vita kapcsán. Deutsch Tamás kiemelte, a baloldali többségű európai parlament célja, hogy Magyarország semmilyen körülmények között ne juthasson EU-s forrásokhoz. A politikus szerint a magyar dollár baloldal megrendelésére az európai parlamenti baloldal piszkos hatalmi játszmát folytat Magyarországgal szemben. Megállapodás született az október 7-én elhurcolt izraeli túszok szabadon engedéséről Izrael és a Hamas iszlamista szervezet között. A zsidó állam kormánya 50 túsz szabadon bocsájtásáért cserébe 4 napos tűzszünetet tart. Jeruzsálem a megállapodás értelmében elenged 150 fogva tartott palesztin nőt és gyermeket. Lehetővé teszik azt is, hogy humanitárius segélyek jussanak be a gázai övezetbe.